Szeretnék kérni egy vezetőengedélyt, meg egy forgalmi engedélyt. Meg majd a világítást fogom megnézni, a szélvédőt és a gumiabroncsot. Október 19-től december 6-áig a járművek állapotát ellenőrzi majd a Heves megyei Balesetmegelőzési Bizottság, hetente két alkalommal egy helyi üzemanyagtöltő állomáson, ugyanis idén is csatlakoztak az Országos Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának közlekedésbiztonsági kampányához. Lázár Levente, a Heves megyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, a Látni és Látszani elnevezésű akció célja, hogy felhívják a figyelmet az őszi-téli átállásra, a látás és a láthatóság fontosságára. A kollégák Heves megyében is fokozottan ellenőrzik ilyenkor a járművek állapotát. Itt főként ugye a világítóberendezéseket, a szélvédők állapotát, páramentesítő eszközök használatát, illetve annak a esetleges meghibásodását ellenőrzik. Továbbá ugye a gumiabroncsok állapotát is. Nyilvánvalóan ugye nem kötelező, még illetve nem kötelező téli gumiabroncs használata, de mi mindenképpen ajánljuk. Hozzátette, a közlekedés biztonsági kampányhoz különböző optikák is csatlakoztak, ahol a járművezetők ingyenesen felmérhetik látásukat, valamint az akcióban szervizek is részt vesznek, ahol pedig az autók állapotát vizsgáltathatják meg.